És ahogy említettük önöknek, itt van Rigl Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője, és itt van velünk Burány Sándor frakcióvezető helyettes a Párbeszédtől. Hadd áruljak el, talán nem haragszik rám Rigl Lajos, annyi kulisszatitkot elmondok, hogy akkor, amikor leültünk ide, és önök ezt a reklámtáblát látták, hogy mivel foglalkozunk a Startban, akkor Rigl Lajos azt mondta, hogy nagyon lehangoló dolgokat mondtak. Hát mondjon akkor valami biztatóbbat, Rigl úr, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én azt gondolom, hogy most a kezünkbe kell venni a dolgokat, hiszen azt is lehetne mondani, hogy egy háborús helyzetben vagyunk. Háború vívunk egy minimális, egy apró méretű vírusa, ami én azt gondolom, hogy nem tudja legyőzni az emberiséget, de nagy károkat tud okozni, akár az egészségügy, vagy akár a gazdaság területén is. Most elsősorban összefogásra van szükségünk, és egységes intézkedésekre. Nagyon sok helyen felhívták a figyelmet arra, hogy minimális mozgása legyen az embereknek, csak a legszükségesebb esetben menjenek ki a városba bevásárlás, illetve gyógyszertár, és ezt ne azért tegyék meg, én legalábbis így gondolom, ne azért tegyék meg, mert attól félnek, hogy ők elkapják a vírust, hanem azért tegyék meg, hogy ne fertőződjenek meg, és egy fertőző láncnak ők ne legyenek a részesei, és ne az ő fertőzésük által egy ember súlyos állapotba kerüljön, vagy akár nehogy meghalljon. Hát védjük magunkat, és védjünk másokat is, hogy igen, tapasztalják, mennyire vették ezt komolyan az emberek az elmúlt napokban. Mit tapasztalnak az utcákon, a boltokban? Hát ezt is hozzátenném, hogy maradjon otthon, aki ezt megteheti, és akik otthon maradnak és megtehetik, azok meg az a kérésem, hogy ezt próbálják meg, könyörgöm, komolyan venni. Rengeteg időst látni a tömegközlekedésen és különböző helyeken, sőt, rengeteg szülőt látni gyerekekkel játszótereken. Nem hiába kellett a fővárosban és sok más városban bezárni a játszótereket. Nem azért kérjük az embereket, és iskolába küldjük haza a gyerekeket, és maradjanak otthon, hogy ezt arra használják, mint egy vakációt. Mert hogyha a játszótereken találkoznak a gyerekek, és miért nem menne oda a barátjához egy kis gyerek, akkor az ugyanolyan találkozás, mintha az iskolába történne. Akkor nem érjük el a célt. A másik, hogy aki megteheti, azt mondtam, de mi van, akit egyébként azért kell, hogy hazaküldjenek, mert ahogy az bevezeti beállított, megszűnt egyik napról az állása. Ausztriában 15 ezer munkanélkül lett, 16, bocsánat, egyetlen nap leforgással. Miből gondoljuk, hogy ezt Magyarországon másképp van? Csak az én ismertségi körömben az elmúlt két napban ketten veszítették el, remélhetőleg csak átmenetileg az állásukat. Köszönöm, hogy ezt megemlítette. Tegnap az operatív törzs ülésén elhangzott, azt feltették azt a kérdést, hogy jó, de akkor a parlament, ahol gyakorlatilag tömegével ott ülnek egymással szemben a demokráciának, gyakorlatilag a háza, hiszen önök a mi választott képviselőink, önök a mi felhatalmazásunkkal, a mi adóforintjainkkal képviselnek minket, de egymás mellé odaülnek, elég egy darab ember, és erre az volt a válasz, hogy az nem tömegrendezvény. Nem teljesen mindegy, hogy tömegrendezvény, ahol író-olvasó találkozó, koncert vagy emberek egyszerűen csak egymás mellett ülnek? Hát először is az, hogy a parlamentet sokáig nem vették bele ebbe a körbe, az őre ostobaság, nem tudok más mondani. Személy szerint én voltam az, aki két héttel ezelőtt a házbizottság ülésén felvetette, hogy az országházban be kellene vezetni egy szigorú protokollt a vírusra való tekintettel, már csak azért is, mert kevesen tudják, de a látogatók száma eléri az évi 700 ezret a parlamentben, akik mennek, mint egy múzeumba is megnézik, és köztük rengeteg külföldi. Na most akkor engem még majdnem, hogy kiröhögtek a házvezetés részéről, most már ott is szigorú protokollokat kezdenek el bevezetni, a munkatársak egy része már home office-ban dolgozik, aki ezt megteheti, és különböző kérdőíveket kezdtek forgalmazni az országgyűlési hivatal kollégái között, a tekintetben az elmúlt két hétben például kivel találkozott, merre járt, és itt tovább, és itt tovább. Maguk a képviselők muszáj bemenjenek, hiszen kell alkotni olyan törvényeket adott esetben, ami ezzel a helyzettel szembenéz. Azt tudjuk vállalni, vagy azt kérjük, a kormány azt mérlegelje, hogy most hagyjuk a francba az olyan törvényeket, hogy valamelyik nemzetközi egyezménnyel most éppen mi történik, és mikor ratifikáljuk. De például, hogyha a vészhelyzetet meg kell hosszabbítani, ami egyébként kétharmados törvény, akkor az országgyűlésnek erről 15 nap múlva határoznia kell. Tehát ha minimális mértékben is, de ezt a funkciót el kell látni, nekünk kell, ha tetszik, ha nem, utoljára elhagyni a hajót. Mindenki más, akinek még van munkája, ugyanúgy be kell járni el dolgoznia, ugyanúgy közvetlen mellette ül a kollégája adott esetben, mint egy képviselő a másik mellett. Lehetnek biztonsági intézkedéseket bevezetni, ezek késve történtek meg, de reméljük, hogy ebből még nem lesz nagy baj. Rigl Lajos önkéntes munkát vállalt, önkéntes munkára jelentkezett. Mikor kezd pontosan, és mit fog csinálni?
Ezt pontosan nem tudom megmondani, az AEK-nek a hivatalos honlapján kellett regisztrálni, és én, mint volt egészség dolgozó, regisztrációs számmal rendelkezem, ott lehetett látni az összes eddig elvégzett iskoláimat, bizonyítványomat, és ki lehetett választani azt a régiót, amelyben mondjuk a munkát szeretném elvégezni. Itt bejelöltem az egész ország területére, illetve a választókörzetem környékén lévő összes kórházat megkerestem még pluszba írásba, hogy próbálják alkalmazni az én volt szakmai múltamat tekintve, hogy próbáljanak ebbe a rendszerbe belevenni. Még választ nem kaptam. Tegnapi napon államtitkárasszonnyal beszéltem, hogy most olyan helyzetet élünk, amikor a politikai nézeteket félre kell tenni. Most nem azt kell nézni, hogy ki melyik pártnak a képviselője. De mert gondolja, hogy ezt néznék. Hogy? Gondolja, hogy ezt néznék a toborzáskor, én bízok most benne. Várnak. Most ez a cél, ez a cél. De akkor miért hívta fel a figyelmet erre? Miért volt egyáltalán ez a kérdés? Tehát, nagyon sok olyan próbálkozásom volt már az elmúlt időszakban, amikor egészségügyi intézményeknek felszerelést hoztam akár Svájcból és Németországból, és volt olyan intézmény, aki csak azért nem fogadta el, vagy valamilyen indoknál fogva elutasította, mert hogy a Jobbik képviselője adja. Én azt gondolom, hogy ez egy elég kicsinyes dolog, ezen túl kell lépni. Most egy olyan időszakot élünk, amikor minden embernek pártpolitikai hovatartozás nélkül össze kell fognia, és a segítségen van a hangsúly. Én azt ebben a részben azt tudom hozzátenni, hogy a 22 éves egészségügyi múltamat előveszem, a politikát háttérbe szorítom, és megpróbálok újból a betegeken segíteni. Eddig is, tehát 22 évig dolgoztam műtőben anesztes asszisztensként, lélegeztetőgépeket, altatógépeket kezeltem, súlyos betegeket kezeltünk akár a műtőbe, vagy a posztoperatív őrzőbe, illetve az országos mentőszolgált kötelékébe dolgoztam fél, majd teljes állásba. Ott is ugyanúgy a helyszíni ellátás folyamán alkalmaztam ezeket a technikákat. A gazdasági kérdésekkel megyünk, tovább maradjanak még egy picit. Egyre több cég jelenti ugyanis be, hogy átmenetileg szünetelteti a tevékenységét. A Magyar Nemzeti Bank felszólította a bankokat, hogy a rendkívüli helyzet miatt biztosítsanak törlesztési moratóriumot a vállalatok számára. Közben az MSZP a közszférában és a multiknál is megtiltaná az elbocsátásokat. Üres kávézók, bezárt üzletek, Budapest belvárosa teljesen kiürült. A koronavírus terjedése miatt jelentősen visszaesett a turizmus. Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint nem kell tartani a korábbi gazdasági világválságok megismétlődésétől. Ugyanakkor az MNB felszólítja a bankokat, hogy a rendkívüli helyzet miatt biztosítsanak a vállalatoknak törlesztési moratóriumot. Európa más országaiban sorra jelentik be az intézkedéseket. A francia kormány 45 milliárd eurós támogatást nyújt a vállalatoknak és a munkavállalóknak. Ausztriában egy nap alatt 16 ezeren kértek munkanélküli segélyt. Hétfőn újabb történelmi mélypontra gyengült a forint. Az MSZP arra szólította fel a kormányt, hogy a munkavállalók érdekében tiltsa meg az elbocsátásokat a közszférában és az elmúlt években legnagyobb profitot elérő multinacionális vállalatoknál. Megtiltanák az elbocsátásokat, az MSZP egyetértenek-e velük? Nyugburán Sándort kérdezem elsőként, hogy a közszférában értjük, a multiknál hogyan lehetne? Hát a célra egyetértünk, de ez forrásokat is kell biztosítani. Tehát most alapvető, hogy nőni fog a munkanélküliek száma. Alap, hogy a jelenleg 3 hónapra járó álláskereső járadékot 9 hónapra meg kell hosszabbítani, úgy egyébként régen volt, ezt az Orbán kormány szűkítette 3 hónapra. Alap, hogy munkahely megtartó támogatásokat kell adni elsősorban a kisvállalkozóknak, hogy ne kelljen elküldeni a dolgozóikat. És minden olyan pénzügyi támogatást meg kell adni most a vállalkozásoknak, ami segít abban, hogy az emberek a munkahelyüket megtarthassák. Ekkora lehet, milyen összegekről beszélhetünk, hogy ön is említette, hogy Ausztriában egy nap alatt 16 ezer. 100 milliárdokról. Hogyha az összes költségét kérdezi, ami most egy válságkezelésre kellene, akkor 100 milliárdokról beszélünk, igenis módosítani kell a költségvetést. Bármibe kerül, ehhez szükséges forrásokat biztosítani kell. Szóba került a bejátszásban a válság. Először is van és lesz világgazdasági válság, csak egészen más természetű, mint 2008-ban volt. Akkor a pénzügyi rendszer felől jött. De most a munkahelyek felől jön. Hát van egy 10 fős munkahely, mondok egy példát, abból 2 fő koronagyarúsal megfertőződik, hazamegy 2 hétre karanténban. A munkahelyet is valahogy át kell vizsgálni, fertőtleníteni kell, és így tovább, és így tovább. A termelési kapacitások mondanak csődöt. Nem arról van szó, hogy a vállalkozásoknak nincs pénzük. Nincs pénzük 3-4 hónapi túlélésre mondjuk egy kis vállalkozónak, hanem egyszerűen be kell zárni a munkahelyet egészségügyi okokból.
Ez egészen más helyzet. Na most, hogyha Burány úr a világválságról beszélt, illetve arról, hogy mi lehet belőle és mi nem, megszólalt egy másik szakértő is, ugye az egyik legkompetensebb, legalábbis funkciója szerint a Magyar Nemzeti Banknak az elnöke, Matolcsi György azt mondta, hogy nem kell tartani a korábbi gazdasági világválságok megismétlődésétől, és hogy akkor legyünk teljesen hitelesek, szó szerint idézem, március 16-án a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Hírlap is közzétette, és sokan mások, a jegybank elnöke szerint a világgazdaság nem fordul általános válságba, nem kell tartani az 1929-33-as, vagy a 2007-2009-es válságok megismétlődésétől, és Magyarország ugyan még befelé tart a nehézségekbe, mondja ő, de jó válságkezeléssel megvédheti a 2020-as évet, és megnyerheti 2021-et, ezt mondta tehát a... Kettő nappal ezelőtt, hozzátenni szerintem a Matolcsi György, igen. Nem tudom megkérdezni, hogy mit ivott. Tehát meg lehet, hogy most home office-ra kéne őt is küldeni egy kicsit. Tehát van olyan része, amiben egyetértek a mondani valójával, olyat is mondott, hogy egyébként fizetési, hiteltörlesztési moratóriumot kéne bevezetni vállalkozások esetében, hozzátenném magánszemélyek esetében. Az elmúlt időszakban megint eladósodott a magyar lakosság. Na most bármennyire kedvezményes hiteleket kínált most a hitelpiac meg az állami támogatás, ha valakinek elveszik a munkája, akkor a kedvezményes hiteleket se tudja visszafizetni. Tehát mindenféle hitelezési moratóriumot be kellene most fizetni ott, ahol baj van. Ezzel a részével Matolcsi György mondani valójával egyetértek, akkor valószínűleg még józan volt, a többit egyszerűen nem lehet minősíteni. Szerintem ezek a megjegyzések talán, hogyha éppen azt mondták, hogy jaj, de jó, hogy egymás mellett ülnek, meg tudom, szerintem lehet, hogy nem illőek, hogy ki mit iszik, meg hogy, mert hogy gyakorlatilag lehet, hogy nem ezért mondta, hanem meggyőződéséből. Az lehet, akkor is hülyeséget beszélt, és lehet, hogy a kormánytájékoztatókon is meggyőződésből mondják a szakemberek, meg meggyőződésből titkolóznak, de hát, hogy mondjam, megnézzük a közszolgálati televíziót, azzal foglalkoznak, melyik ellenzéki politikus, vagy melyik ellenzékének minősített hírportál hogyan áll hozzá a válsághoz. Hát azért álljon már meg a menet. Persze összefogásra van szükség, de ez nem helyettesítheti. Tehát, hogy mondjam, ez azért feltételezi a normális kritikát. Ha valaki hülyeséget beszél, összefogás ide vagy oda, akkor azt meg kell mondani világosan, nem lehet azt hazudni az embereknek, hogy itt el fogjuk viselni, csak 2020-at egy picit át kell vészelni, de a 2021-et meg fogjuk nyerni. 2020-ban is minden bizonnyal a recesszió lesz. Matolcsi Györgyön kívül minden közgazdász, akit megkérdeztek, akinek a véleményét én az elmúlt napokban olvastam, ezt állítottam Magyarországon is, külföldön is, de ő megint szemben megy a forgalommal. A Jobbiknak 5 pontos akcióterve van, a gazdaságot érintően mik ezek? Ugye részleteiben nem tudjuk mindet átbeszélni, mert arra már nincs időnk. Mi a lényege? Itt elsősorban a vírus megelőzése és a prevencióra hívjuk fel a hangsúlyt. A gazdasági tekintet ugye az már egy következménye magának ennek a vírus fertőzésnek és magának a járványnak. Itt is a munkavállalóknak és a családnak a védelme ami hangsúlyt kap. Itt az elbocsátásokkal teljes mértékig egyetértünk, hogy ne lehessenek elbocsátások, vagy hogyha vannak, akkor olyan bérkompenzációt kapjanak arra az időre, amíg a gyárak és üzemek leállnak, hogy a családjukat fent tudják tartani, illetve, ami a legfontosabb, nagyon sok család hitellel rendelkezik, a hiteleket lehessen fizetni. Hiszen, hogyha ezeket a minimális dolgokat nem tesszük meg, akkor pont a Nemzeti Banknak az elnökének az ellenkezőit tudjuk állítani, hogy sajnos egy nagyon súlyos recesszióba fog süllyedni Magyarország. Meglátjuk, mi lesz, azért én jó összetartást kívánok mindannyiuknak. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.